Na sziasztok, én Hoxi Foxi vagyok, és itt vagyunk a Minecraft 0.17 pont 0, vagyis beta, vagyis nem tudom mi bemutató. Na, ahogy látjátok, a fejem fölött ott a chat jelénél, ahol mutatja az időt, hogy hány perc lesz a videó, ott az van, hogy 0.17.1, és akkor ott az IP, és akkor hogy Samsung, és akkor minden. Na, kezdjük is a legelején. Először is, gondolom észrevettétek, hogy itt a hátamon van valami érdekesség. Mi lehet az? Van ilyen szárny, ami lehet vele siklani. A nevét nem tudom, hogy kell kimondani. Írjátok le leírásba, hogy kell kimondani. Én egyelőre csak szárnynak hívom, vagy sikló izébizékének. Mindjárt nézetet váltok, és akkor elrepülünk a stúdióba. Mert szóval ahol elmutatom a stúdióba. Ahol megmutatom nektek, hogy még milyen cool cuccok vannak. Az a furcsi-murcsi, hogy ez a szárny, ez igen érdekes, mert én igazából ebben úgy repültem, hogy tudjátok, hogy szóval ugye a nézetbe repültem, szóval így még nem, ahogy most vagyok. Elméletileg láttam erről már videókat erről a szárnyról, és elméletileg ezt így a legkönnyebb irányítani. Hát nem tudom. Hát én inkább csinálom úgy, ahogy megszoktam, oké nézők, mert hát hogy mondjam, még nem vagyok olyan jó, még bele kell jönnöm. Hát figyeljetek, nemrég jött ki, szóval, ja. Na szóval Elpróbálunk oda repülni, látjátok azokat a távolba, azokat a világító rudakat? Oda próbálunk elrepülni. Hát nem biztos, hogy sikerül, ha nem sikerülne, akkor Endert parazik! Na, szóval... Hát mondjuk Survivorbe könnyebb. Miért könnyebb Survivorbe? Nem tudom. Na. Akkor próba szerencse. Remélem innen oda tudok repülni, mert nem vagyok benne biztos, mert igazából magasabbról szerettem volna indulni. Csak arra gondoltam, hogy ez a fa eléggé magas a feladathoz, hát én nem vagyok benne biztos. De mondom, én még nagyon kakimakiul repülök. Meg a rókák nem repülésre termett állatok, szóval... Meglátjuk. Na, 3, 2, 1. És úgy lehet irányítani magadat, hogy nyomod az előre gombot, és amerre nézel, arra repülsz. Na, leszállás. Na, most sérülés nélkül le tudtunk szállni. Yeah! Na, először is. Kérdeznétek, he? Mik ezek a világító izébizékék? He? Ezek a világító izébizékék, várjál, átváltom magamat kreatívba. Na, szóval ezek a világító izébizékék, ezek ilyen... Én, tudjátok engem mire emlékeztetnek? Tudjátok, vannak azok a letes lámpák. Tudod, amivel lehet a UV fényt látni. Engem arra emlékeztetnek. Ezek a izék. Mindjárt megmutatom, hogy mi a neve, meg hogy hol található a díszítéseknél. LED rót. Akkor ez tényleg az ledes lámpa. Na mindegy. Szerintem ebből tök jól lehet díszíteni. Szóval ez díszítésnek tök jó. Na, a másik, amit akarok mutatni, nem ez a szép kis vízesés, hanem ezek ittni. Ugye megjelent az End, amiben vagy, de a videó vége felé fogunk bemenni. És akkor van Ender tojás, ilyen cuccoska, Ender chest, amit imádok. Mert ugye van benne egy sapling.
és ott van még egy Ender Chest, és ott van a sapling. Szóval, kakimaki. Ugye itt van a szárny, amit mutattam. Ugye van az Ender Pearl, igen, az Ender Pearl. Na most, bam bam bam. Ennyi. Ugye van a démon szem, amivel ugye keresni lehet olyan izébizékét, de nekem az nem működik. Akkor van kettő új mob, a Ender Dragonon kívül kettő új mob van. Ami Survivor most alszik, de egyébként Survivor, látjátok? Engem tudjátok mire emlékeztet ez? Kagylóra. A kagylók is ilyenek, hogy kinyitják, és így ilyen belül ilyen undorítóak. Na, megöljük. Egyébként ez könnyű megölni, csak tudjátok, felreptett titeket, ha rátok lől olyan izébizékét, és ez engem nagyon zavar. Egyébként lett rózsaszín blokk, ami hát... Őszintén megmondva, én lány létemre nem szeretem a rózsaszínt, szóval ez nekem nem tetszik. Gyorsan elekéz, gyémánt kar, jobb. Na. Van új poti, vagyis ilyen dobós poti. Ilyen... Minek tudnám leírni? Olyan, mint a gránát. Vagy... Nem tudom, minek lehet leírni, inkább megmutatom. Mondjuk melyik effektes legyen. Legyen a jump effektes, mert az jól néz ki. Na. Ilyen. Ugye eldobjátok, és akkor ad ilyen effektet, és ha belementek, akkor adja az effektet. Hú! És ez tök jól néz ki. Azt a rinderi. Csak nekem fel van húzva a fényerőm, és nekem ez azért fura. Ja, még elfelejtettem, új mob, ez a Ender bogárka, ami elméletileg akkor jön, vagyis ilyen Ender bogárral akkor találkoztok, amikor Ender Pearl-t használtok. Ez nem tudom miért, én így tapasztaltam, hogy jó, ez megnőtt. Na. Én így tapasztaltam, hogy ez a Ender, hogy így Survivor-be teleportáltam, és ja. Na, amit még akarok ja igen, a sárkányfej, az igazából nem tudom, hogy kapom, mert én megöltem az Ender Dragont kétszer, ugye egyszer Survivor-be, egyszer kreatívba. Megöltem az Ender Dragont, és én nem kaptam fejet, csak XP-t, meg Toilingot. De mindegy, az a lényeg, hogy Redstone-nal, ha összekötitek, akkor így tátog. És akkor, sziasztok, én Ender Dragon vagyok, és itt vagyunk. Jaj, na. Ja, és kijött egy új blokk, ugye az Endben. Ez a End... Simított kőblokk. Ja, és egyébként ezt a sárkányfejet fel lehet venni. Tök jó. És ez a Dragon Breath poti, ezt nem tudom, hogy meg lehet inni, vagy ebben mit lehet csinálni, mert én már próbáltam meginni, és nem tudtam. Szóval, ha valaki tudja, hogy mi ez a poti, vagy nem tudom mi, mit kell vele csinálni, akkor az írja le. Egyelőre most ennek a blokknak a helyére beteszem így. Egyébként szépen néz ki. Na, és akkor ide lakunk még lámpát. Na. Ender portál, Ender portál. Mondom. És akkor szem. Jó. Na, nézzük. Portált építünk. És Enderpearl. Megmutatom nektek, hogy kell, mert sokan kérdezték tőlem, hogy kell. És én most megmutatom, hogy kell. Így kell ezt csinálni. B!
Bámilge! Na, Ender Dragon! Hol vagy? Ó, még nem töltötte be. Na, gyerünk! Megvan, jó. Pipa! Ott az Ender Dragon! Elkapjuk! 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 Pusztulnál. Egyébként valahol... Jaj, azt a várost akarom nektek megmutatni. Az nem tudom, hogy hol van annak a... Mert arra a városra nyit egy portál, de az nem tudom, hogy hol van. Lehet, hogy előbb meg kell ezt tölnöm ahhoz, hogy az megjelenjen. Tudjátok, ilyen nagyon kicsi, ilyen izébizékét kell keresnetek. Na mindegy. Ez kiüt. Kiüt. Lehet, hogy izét fogok inkább a kezembe. Mi az, bovot? Mert a vagy gyorsabban megy. Na, bám. Bám. Mondom bám. Egyébként tudok ilyet építeni is. Szóval ezt kreatív módban lehet építeni is. Jó, az be van ketrecezve, ezt utoljára hagyjuk. Na. Azért. Állj de. Ezekkel lehet gyakorolni. Lőni. Jól van, és akkor most jönnek ezek. Jujjujjujjujj. Az a baj, hogy kevés FPS. Ja, és mostanában ebben a bétában jelzi, hány FPS-en van. És amikor kevés van, akkor az nem jó. Mindegyik ki van ütve? Elméletileg igen. Ja, én halljátok, kreatívba is rohadt nehéz legyőzni a Ender Dragont, mert én hogy kerül... Jó, és van árnyékja Ender Dragonnak, lol. Na várjatok. Itt van, még ez is. Pusztulsz, te féreg, pusztulsz. Ez tök jól néz ki. Na figyeljetek, ameddig megölöm a Ender Dragont addig, meg megkeresem azt a izébizékét, amire gondoltam, addig vágok. Sikerült! És akkor bám, Junge! No. Nem akarok még visszamenni. Ott Ender, hogy lingó. Na. És most megkeressük azt a várat. Ott van. Akkor ez tényleg a Ender Dragon megölése után jön. De ebbe hogy megyek bele? Mert az izétől nem bírok belemenni. Nem tudom magam az... Just do it! Jó. Hát ez így nem megy, szóval... bele kell endőrperezni. Bele lehet endőrperezni? Jó. Csak én most ide beleakadtam a izébe. Na, nézzük. Hol a torony? A tornyot akarom, a tornyot. Itt az a dzsungel. Hol a torony? Hol van a torony? Mindig van egy torony, mindig. Hú, van? Nem tudom. Hát ez egy jó kérdés, hogy hú van. Ameddig megkeresem, addig vágok. Sajnos ezt a tornyot nem találtam meg, amit akartam. De viszont megtaláltam, ahol bejöttünk, mert én azt hittem, hogy nem lehet visszamenni, szóval ilyesmi. Jaj. Most belepróbálok tépézni, csak egy baj van, nem tudok beletépni. Azt hova dobom? Jó, benne vagyok. Megint ide... Mi van? Na mindegy, ne szórakozzunk itt. Kiütött
Kinyitottam a portált, gonosz vagyok! Na mindegy. Na szóval én Octifoxi voltam. Nem bírom. Na gyerünk már. Lag. Miért nem? Azért. Szóval én Octifoxi voltam, találkozunk a következő részben is, a következő videóban is. Sziasztok! És a sárkány fejezet.